A tanfolyam tematikája szerint a fő feladatkörök a 2-4 fős útvonalátvizsgálás, a terület, illetve az épületátvizsgálás. A tanfolyam célja olyan operátor szintű készségek elsajátítása, illetve kialakítása, aminek a segítségével műveleti területen is képesek megtalálni ezeket az úgynevezett ID-kat, vagy rögtönzött robbanó szerkezeteket. Nagyon egyszerűen lefordítva, gyakorlatilag megtalálják idézőjelbe téve a bombákat, megjelölik őket, és átadják a tűzszerészeknek azt az információt, aminek a segítségével a tűzszerész biztonságosan meg tudja közelíteni az eszközt, és tudja hatástalanítani. Megpróbálunk az elkövetőnek az agyával gondolkozni. Például nagyon-nagyon veszélyes a bejárat. Veszélyesek a nyílászárók, ugyanis nagyon-nagyon könnyű őket megszerelni ezekkel az improvizált robbanótestekkel. Időigényes munka, nagyon precíznek kell lenni. Sajnos a modern hadviselésben ez a fajta átvizsgálás, ez elengedhetetlen. Egy épület átvizsgálást lehetett látni. Gyakorlatilag az épületet megszereltük mi kiképzők rögtönzött robbanószerkezetekkel. Természetesen nem éles robbananyagot használunk, hanem különböző jelzések, csipogók jelzik azt, hogyha a katonák esetleg hibáznak benne. Hál' Istennek ezt a hangot ma nem hallottuk. Tanfolyamon vesznek részt nálunk tűzszerészek is, akiknek úgy gondolom, hogy hazai viszonylatban mindenképp értékes az itt megszerzett tapasztalat.